sajnos nem tudtuk megszerezni a három pontot. Az első félidőben jól játszottunk, sikerült a vezetést is megszerezni. 86 percben volt egy nagy helyzetünk, nagyon kár, hogy az nem ment be, és hát itt a 90. percben hát 2 méterre menjek már oda, blokkoljak, tehát azt a 2 métert meg kell tenni az egyik játékosnak, és akkor nem tudja az avartan elrúgni. Hát sajnáljuk, hogy itt az utolsó percekben kicsúszott a 3 pont a kezünkből, de hát látik, hogy a Videóton egy nagyszerű csapat, nagyon jó együttes. Szerencsétlenek voltunk, elég, ha csak a kapufára gondolunk a mérkőzés elején. A Debrecen ezt követően betalált, de ekkor is azt éreztem, hogy ha időben egyenlítünk, akkor megfordíthatjuk a meccset. Sajnos későn jött ez a találat, így már nem maradt erre elég időnk. Ettől függetlenül szeretnék gratulálni a játékosaimnak, hiszen fantasztikus hozzáállással léptek pályára a keddi BL selejtező előtt.